The background of my opera, The Red Heifer, is a true story which took place in Hungary, in a village called Tiszaeszlár, where a young Christian girl disappeared and the local Jews were accused of having murdered her and used her blood for ritual purposes. This blood libel case made headlines all over the world and created riots in Hungary, especially after the accused Jews were acquitted. Now, my main interest in this story is the son of one of the accused Jews who appeared as a crown witness, accusing his own father, claiming that he saw through the keyhole that the father and the others actually did murder the girl. How is it possible that a 14-year-old boy could have been manipulated, maybe even tortured, to the extent that he stood up in court accusing his own father of murder? And what was it like for him after the father became free to go back to his family and to come to terms with what had happened? It must have been extremely difficult, complicated. And this was my main interest. So instead of telling the whole story in a sequence as it happened, I chose a few episodes which are linked by a narrator, a little bit like an evangelist who actually tells the story. It is important that people know the background and also that people understand the role of the red cow or the red heifer. The first meaning of the red cow is that there was a cow which stepped on the toes of the girl and actually creating an evidence for the trial. The second role was that there was an inn called the Red Cow, where all the manipulation took place, all the seducing to try to make this Jewish boy give up his identity and have the desire to step out from the religion and enter the life of a Christian Hungarian boy. The third meaning was the innkeeper, a Jewish lady with the nickname the Red Cow, who lightheartedly always said what the guest required. And the fourth meaning is the red heifer in the Torah, a mysterious chapter in which the tool, the ashes of the red heifer, the tool of purification, is described. Első Tiszaparton fekszik Eszlár, kis Szabolcs megyei község, amilyen számtalan van a Tisza környékén. A folyam háromszor is megárad esztendőnként, hogy elszakítson egy házikót, egy udvart, egy gyereket, vagy egy jószágot, egy virágos parti udvart, vagy egy szomorú leánykát. Rózsa, te hílegen,
tehén lába gyönge csontod lenyomta. Gyere kislány, hadd veszlek a karomba. Fájós lábú, igen elvászány, várvá, borogassad patikárus létedre. Kis madaram, gyolcs vászonba bekötlek, egy csúkodért kalitkámba beteszlek. Elszerették az éjjel.
patmója, ténkő dobás patmója, sziklát rája, combrája, kék van öltöldő rája. Mi szól a kis éles főutca, kipik a mi kis már megfutja. Yeah.
Tudsz valamit, miért nem vallod meg? Idáig a büntény súlya apádra nehezedik. Egész életedben lelkiismereted rabja akarsz lenni. Édes gyermekem, ha az ember az igazságot mondja, a törvényszék mindig megvédi. Megfogta a lánynak a kezét, és kicsalta magával a templomba. Ott a templom pitvarában a magas kódus a leányt megragadta. Jaj, gatni
hirtelen. A téglási és tarcali metszők, a leány a földön megnyomták. Az eszlári templom szolgált, első rátekintésre senki se mondta volna zsidónak. Füle mellett nem voltak huncutkák, kemény paráztás arcvonásai parasztosak voltak. Beszéde pláne olyan volt, hogy feltűnés nélkül elmegyülhetne a felső tiszamenti nép között. Hallani lehetett csendbiztosi kínzásokról, vizsgáló bírói pofonokról, pandúrok oldalba döféseiről, vízivatásról, agyafúrt ijeszgetésekről. Amint már ezt a csak nem esztendeig tartó fogságban ugyancsak meggyötört vádlottak, elmondták annak igazolására, hogy miért vallottak olyan össze-vissza a vizsgálat alatt. Szoposi eszkedek, mitől a pápmal szabad a tőben a házuba bejött, kopat az fehér eskendő, a fején vörös eskendő a nyakán, fehéres forma vizitkes valami kékes szoknya. Mis, mis, mis itt vagyunk, mis, mis, mis itt vagyunk. Szoposi ezt el a gyetet, a dúkat, amint te vette azt,
Lustig, Samuel, Brown, Abris, Weinstein, Lazarus, Junker, Abraham. Tudod-e a 10 parancsolatot? Tudom. Hát az 5. parancs mit tartalmaz? Hogy ne hazudj! Az nem igaz! Akkor te nem tudod a 10 parancsolatot. Hogy szombaton csirkét sem szabad levágni. Nem tudom! Szakadjon rád az ég, te barom!
és ember között. Vajd a cselekezet miatt soha a bíróság fekete kavádban úgy nevezett Ferenc József kavádban állt. Ferenc József képe alatt, mikor a király nevében kihirdette a mindenkit felmentő ítéletet. Egy tehén vezette rá az embereket az igazságra. Ott volt a füzesben talált holttesten a tehén taposás nyoma. Ott volt. Most már azok is látták, akik idáig a világért sem akarták észrevenni. Hát jól imádkoztak volna a Mózes hitűek, hogy olajos Bálint mély tehene megtapossa Eszter lábát, hogy ezzel megmentse az 5000 éves fajt a végpusztulástól. Thank you.